Sziasztok, ez itt újra végre a Heroes-ok játszása. Hát itt a módon felirat szinkron egyebekről. Itt vannak ugye kampányok. Ugye ezt már kivittük, ezt meg félünk meddig, de azt most nem fogom sajnos újra kezdeni, plusz nekem az tetevésben a nekromanta kampány hozzá kellene, pedig a többi részbe tetszett. Nagy rész. Többi Heroes-ba. Úgyhogy akkor kalózkodunk egyet. Igazából az a lényeg, hogy Tawny Balfourral egy ilyen kalózlánnyal vagyunk, aki éppen felemelkedik, próbál területeket szerezni a tengeren és azon túl és a szigeteken, és legyőzni egy helyi barbár, hát főnököt, és túlnőni apja, aki nagyon megölt. Az a pálya egy ellest, tehát elég nagy méret, és hát most ezt nem fogom lefordítani, egyébként felolvastam volna, vagy megnéztük volna, de a lényeg az, hogy magyarul még annyi volt, körülbelül jól emlékszem, hogy meghalt az apja, és annyira se vette fontosnak, hiába volt az apja a csajnak, szükséges temetést, adjon neki, belökték, megették a maradványát, nagyon megvetette, és most próbál lépni, és nagyon eltökélt, a hajót is átnevezi egyébként. És ez most gyakorlatilag annak ellen egy kalózos kezdés, ez egy káosz. Ő is van nekünk, ez a, hát, ilyen segédünk gyakorlatilag, vagy nem tudom, minek mondjuk mini tiszt a hajón, és itt vagyunk mi a vezetők. Nekünk van már egy kis fejlesztett hajók át, felfedezés jellemző még, főleg a tolvajra és a rejtőzkedés. Ez igazából arra jó, hogy hozzá. És ezt lehet fejleszteni egyre durvábba, és még kevésbé, még messzibbről nem vesznek észre, stb. Ugye ez a felfedezés rátánkat növeli, nagyobbat tudunk fedezni a területeken, az a hajó. Hajókázás során növelhető lépésszám. Igen, és hát ugye itt vannak a kalózok, akik a hajón erősek igazán. Nagy kár, hogy itt ennek ellenére a pályán nem fogunk egyelőre az elején hajón csatázni. De legalább jó sokat kapunk bele az elején. Aztán itt van a bandita, ami kicsivel jobban sebez a maximum szempontból, viszont az atakja kevesebb, viszont többet lép. De egyébként szintettek ugyanaz a kategória. 10-es életerő mind a kettő. Ennek is van egy ilyen képessége, amit a hősünk a csapatáról és elégére megkapott, hogy nem látják a csak a második szintű lények, azt hiszem, és azok szinten fölött, ha jól emlékszem. Ugye itt a négyben ugye császkálnak az emberkék. Hát most Pathfindingot választok, amivel ugye nem annyira ismert terepen is többet fogok tudni lépni. Arra nem emlékszem, hogy ha két hősünk van, akkor ez, ha mondjuk két skill ugyanúgy megvan, ez összeadódik-e? Ez egy nagyon jó kérdés. Na most az a gáz, hogy egyikünk se tud lőni, úgyhogy azon kell sakkozni, hogy meg fogjuk-e tudni oldani a dolgokat. Jó, igen, odaértem, szuper. Jó. Mindjárt vissza is megyek egyébként. Ugye itt a morál annyit ér a négybe, hogy kijön először, tehát gyakorlatilag ennyi a kérdéskör. Szerencsére tök jó a morálom, pont jókor, jó helyen. Jó, most már szerintem beindulunk mi is. Többiekkel. Ó, basszus, nem érek oda. Nem baj, ezt leverjük könnyedén. Hát azért vesztettem egy picit. Hát ez ilyen kötelező vereség volt. Itt még tovább beszél a hajóról a csajszi. A kombatot toljuk. Ilyen harc van, erősebbek legyünk, közel harc van. Közben fölveszem a játékot, én már megcsináltam egy magyar változatot, akkor még úgy tűnt, hogy venni fog a játék. Hát végül mégsem ment. Na, ez egy egész szuper. Ez növel az összes baráti. A seregben lévő baráti mind a kettő támasági közarci
védelmet, és ez tök szuper. Na, ez viszont érdekes, hogy itt ilyen sokan vannak, mert a magyar változatban nem voltak ilyen sokan. 14-16 ilyesmik voltak. Ez érdekes lesz. Basszus, a fal miatt nem tudok menni. Hát ez szuper. Ó, de jó, de jó. Tök jó, hogy az akadályok miatt nem tudok menni gyakorlatilag. Egyébként minden rendben. Most még egyszer, ezt nem igazán vágom. Kétszer jött egymás után szinte. Itt van egy többet lépjünk, ezt majd a szárszövőn fogom meginni. Ez itt nem rossz. Ezt majd meg a várnál, itt az első várunk, amit már ott láthatunk. Annál jó fog jönni. De érdekes, hogy kicsivel többen vannak. Nem sokkal, csak pont annyi valami, ami már nem jó. Mert kemény legény leszek. Ez inkább hátra. Kicsit nehezebb lesz, mint gondoltam. De az jó, hogy inkább a fősökből vettek, ma az is visszatöltődik, szóval... Na ez meg elveszi azt, hogy még ilyen híros 1-2-3-ban, sőt még az 5-be is. Ha belépünk a hajóba, akkor ugye... Csomó lépésünk szépen eltűnik. Na ezzel az artifaktor ez megszűnik. Úgyhogy ez tök szuper. Azt gondolom, hogy ezt is le kell verni. Ez meg elég gáz. De viszont itt erősebbek a kalózaink. El is csesztem, mert szét kellett volna szedni a kalózokat. És mindegy. Pacs. Hát remélem a hősömet azt nem tudják átállítani. Bizakodok ebben. Na, ez persze sikerült. De leverem őket, akkor elvileg már nem támad meg. Ezek át tudják ugye állítani, és nem is tudom irányítani eddig az embereket. Hát állítják szépen hozzám őket. Ezt most szétszedem. Ez hogy is kell. Ja, így ezzel már felejtettem itt a négybe, hogy megy a dolog. Na, egész jó, azt hittem, hogy nem fogunk ennyire spórolni az emberekkel, de igazából megint arról beszélnek, hogy össze kell szedni a legénységet, erősödni kell, mit tudom én. Na, itt meg van, kérem szépen egy rabló banda hely, ahol lehet venni ilyen banditát. Úgyhogy ezt már meg is nézzük, és tök jó. Tök jó a helyzet.
Advanced Combat, ó. És így, ha meg lehet az Advanced Combat, meg a felfedezés, így 5 plusz távolsági támadás kaptunk, ami azért tök jó, mert akkor tudunk már lőni, és egész jól, ahogy láthatjátok. Pedig nincsen nálunk még nyílt puska. Úgyhogy... Na, ez most jobban megy egyébként, mint a már felvett videóban, ami azt nem láttátok, de sokkal jobban megy most. Nem tudom, mi történt, pedig több ember volt az elején az ellenfélből. Úgyhogy érdekes. Hát ezt idegessétek csak, nyugodtan. Ez jó bírja, úgyhogy lehet idegetni. Nem tanul mondjuk semmit. Jaj, menteni akartam. De most mennyi van a beállítás? Ó, 1024x600-ban. Most átraktam majdnem 720p-be. Ez ilyen majdnem 720p, mert nem teljesen az. Mi lehet fogalmazni? Ah, csak hogy még többet menjünk a vízen. Most azt a... Ezt megpróbáljuk leverni. Most próbáljuk, hangsúlyozom. Tudom, mit kapunk olyan, hogyha ezt leverem. Ha jól, az a szerencsé, hogy erősebbek vagyunk, úgyhogy... Na most miért jön megint? Ezt egyszerűen nem értem. Amíg akkor szanyagoljuk. Ezt kell még elfoglalni. Tehát koboldokat le tudjuk verni, véleményem szerint. Lehet, hogy vétel, csak ugye nem lehet látni, hogy vétel. Meg nem tudjuk, hogy ki mikor lép itt a négybe. Ez is gáz. Az akadályok se teljesen kivehetőek sokszor. Tartottam, hogy lehet, hogy később fogunk így odaérni, nem adja Isten. Ide nem tudok átmenni, ugye? Hogy át lehet menni? Ja, de hát itt el lehet még menni. Igen. Csak nem tudom, mennyire éri meg. Csomó időt elvesztünk, mert nekünk el kell foglalni. Ilyet nem támadunk, ha nincs lövős egységem, meg varázslatom, meg semmi. Na jó, akkor irányparány. 10 bandita, mennyi? 13. Hát, szedjük fel ezt a 10 banditát. Még ezt a kettőt. És különösen egy csomó időnk elment viszont. Ezt a farkas viszont le kéne győzni. Mert ezt még le tudjuk szerintem. Na most mi van?
Mondjuk ezek is általában kétszer lépnek egymás után, mint ahogy azt is láthatjuk. Szuper. Még abban egy jó artifakt lesz, és arra utazok. Jaj, valahogy éreztem, hogy ez meg fog támadni. Sajnos. És ennek nem lehet visszaütni. Az a gáz. Most komoly, emiatt az egyetes miatt nem lehet oda menni, hát ez komoly. Komolyan gondolták. Balhé van. Kiromolásom. Ha, ez jó. A nevényzet miatt nem tudtam megtámadni, hát ez hihetetlen tényleg. Hát most itt nem jártunk jól. Ilyen hú, de legyen. Na ez mondjuk nem rossz. Még jobban növeli a távolsági támadást. Van csak ez... Igen. Igen, ezeket csak felszedem. Nem foglalkozok nagyon vele. Azt nem tudom, hogy menjek-e még vissza, vagy nem. Itt a nagy kérdés. De szerintem ne. Csak az akart, hogy kevés az emberem, szerintem. Én mondja, hogy kiértünk a partra. Na, de most nincs benne. Ez mondjuk jó. Ez jó hír. Na, hát ez egész jó. Ez még jobb, mint a... Ó, ilyet is csinálok, mióta? Eleti az a artifakt csinálja. Ez komoly. Ha ez így van. Nincsen itt alom se, csak a fő hősnek, de jó. Várató út. Hát ez most sokáig fog élni. Túl tartok. Na viszont több a rabló, basszus. Ez nem jó, és nem tudok bemenni. Ide jó. Szóval ez a gond, hogy ezt kivédi mindig. Ez egy elég nagy problematika. És továbbra sem tudok bemenni. Na, meghalt a fő ember. Az jó, mert aki meghalt, az is megkapja az XP-t, úgyhogy ez így jó lesz. Föléled is mindjárt megkapja az XP-t.
Itt mondják, hogy fel kell építeni, erősíteni a várost. Aztán valami ilyesmiről van szó. Na, én viszont a Medúzára megyek rá, nem a Minóra. Megveszek egy varázslóhőst. Ugye ez a másik osztálya igazából a ennek a kasznak. Megmondok, ez lehet, hogy átmegy a következő pályára mondjuk. Még kiderül. Hogy hogy lesz. Ez várunk még egy kört. De jó, van itt a gép. Ez komoly. Komoly erősödés. XP-t kérek szépen. Advanced Chaos Magic. Ez tök jó, csak Franzben nem kaptam semmi sebző varázsadót, pedig ennek a fajnak az az alapja körülbelül, tehát így. De azért van ilyen Fire Aura, igen, Slayer. Hát, nyomunk egy ilyet. Hát hihetetlen nem akar megpusztulni. Egy se. Igen, ezzel ez a gáz. Dobunk egy ilyet is. Ide jó. Ez nem sokáig fog élni. Ezek az a gond, hogy ezek először ütnek. Aztán veszélynek. Hát igen, ez változó, miért az elhull. Nem fogom ezt megtámadni, inkább. Így döntöttem. Inkább az őrültekre megyek rá. Aztán mennyit szivattam lövésbe, ez szép volt. Itt császkált a gép az előbb. Itt van még egy őrült. Ezt lehet, hogy inkább le kéne verni. Hát az zöld basszus. Azt is le kéne verni. Nem tudom, hogy ezt befejezze, ez egy eléggé necces. Konkrétan.
Ez most mi volt? Nem hatotta. Nézd csak támadáskor, hogy... Ja nem, ez itt nem úgy van. Ez támadáskor van. Aha. Ah, ez így nem jó. Jó, eleve rosszul léptem. Ez támadáskor adja hozzá. Legalább vágom a dolgot. Jaj, ezt akartam ide. Soha. Most egy kicsit megsebesültem, én nem biztos, hogy... Utól tudom én, na ő is ranger lett, ez jó. Van két rangerem, ha éppen annak akarom használni. Na, utolérem a rohadékot. Meg is tesszük az utolérést. De honnan van ennek ennyi? Agrélje bakker. Jó kérdés. Ez jó volt. Itt sajnos támadik el ezen a térképen, mert... Mert a gép nagyon erős tud ám lenni. Ha nem támadunk, hanem leszünk elég agresszívok. Úgyhogy... És így el tudjuk rabolni a hősét. Ez azért jó. Ó, és adott egy... Mondjuk ez egy hóban... Tudok gyorsan járni. Vagy mondjuk nem gond, mert itt havas rész is van ez a terület részem. Ami egy jó dolog. Egyébként. Mint láthatjátok. Na jó, van, csináljunk valamit, mondjuk egy ilyet. Ezt hihetetlen most se kaptunk sebző varázslatot, de nem baj, mert ez sem rossz. A többi az már eléggé gáz. Véleményem szerint. Na, na megint. Jó, hát jó van. Gyere csak. Ó. Ti odát. Ah, azt is hogy elnyomtam. Egy. Majd jó.
is a miénk. Ja, egyszerű lesz a helyzetünk. Ó! Na, ezt odaadom ennek. Na, ezt szépen főszedjük, mert ez mihez is ad? Atakhoz. Master Combat. Azt gondolom, hogy ez most Master Combat lesz. Pont ő. De akkor azt inkább odaadom ennek, mert akkor ezt fogom közelharcosnak használni szerintem. Na, megtaláltuk. Érdekes, hogy káosz egységekkel van, tehát miközben mindenféle vára van basszus az ellenségnek. Ez komoly. Komoly. Valami ó, de jó, lighting, végre egy jó varázslat, amit meg nem fog tudni megtanulni. Ez a vicc az egészben. Egyébként. Nem lenne vele gond. Mono Vortex. Hát ez legyen. Dupla lesz a manánk. Ezt leverem szerintem. Jó sok van, de megoldjuk ezt. Kalgódni. Ez is tud már, mióta tud ez sebezni. Ezt. Ah, valamit nyomtam, amit eddig véletlenül nem nyomtam. Ez jó volt. Érdemes úgy leverni. Ah, basszus. Ennél legyen ez. Egyik se volt valami jó egyébként. Tegyük hozzá. Mi nem tudok csinálni? 10-10-10. Jaj, de jó. Gondolom már miért nem tudom. Csinálok karavánt. Ó, hát azért nem tudom. Tele vagyok fával. 2005. És mi a franc? Nem okéztam le? Lehet. És mi a? 5-5. Egy kövem nincs. Bakker. Fával tele vagyok. Kővel meg sehol nem vagyok. Hát ilyen is van. Lehet, hogy megpróbálkozok még ezzel. Na, várjunk csak ez. De még nem rossz. Hát akkor nyomunk egy ilyet. De most nem fog lépni. Úgy döntöttem. Ez most nem jó, amit történik. Ez
Szerencsére ez közel harcban is jó. Nem jó. Megint. Ajjaj. Hát így már ki tudom játszani. Ez nem volt olyan jó menet. Archery, na. Ez kellett. Nem csak ez mondjuk. Következő harca plusz 20% életerő. És sebzés. Jó, van, szerintem innen fogjuk folytatni. Következő videóban. Elég jól haladtunk. Addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!